Vita a dán labdarúgás legjobb profiai és a szövetség között az egyéni szponzorszerződések miatt. A legjobbak nélkül alacsonyabb osztályú focistákkal és futszalosokkal állt ki a világranglistán, egyébként 9. válogatott tegnap Szlovákia ellen, is ki is kapott 3-0-ra. A konfliktus lényegéről a Koppenhágában élő Bendu Zsolt sportújságíróval beszélgetünk. Szervusz Zsolt, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Illetve mondhatom azt, hogy a Budapest és Koppenhága között ingázó Zsolttal beszélgetünk, most már sokat vagy itthon. Igen. Zsolt, mit gondolsz, ma ezután a mérkőzés után mekkora eséllyel lehetne fogadni arra, hogy Dánia megnyeri a Nemzetek Ligája a B divíziójának 4. csoportját? Tehát, hogy mi ennek a konfliktusnak a jövője? Még mindig azt mondom, hogy 50-50, hogyha a csapat, az igazi dán válogatott visszajön, akkor ez ebben a csoportban mindkét ellenfele ellen esélyes. Tehát én azt gondolom, hogy ha valahogy megoldják ezt a kérdést, nem meg kell, hogy oldják, mert ez így nem lehet. Abban az esetben én azt mondom, hogy a zavarókok ellenére is van esélyük. Tehát ha nincs botrány, békeidőben alig, hanem le tudják győzni Írországot és Walest. Tehát ha ránézünk tényleg erre a világranglistára, hogy ott voltak a világbajnokságon, szóval nyerniük kellene ezt a csoportot igazából. Hát úgy is számított erre mindenki, hogy aztán bekavart ez a dolog, ami most itt történt, hát ez nem tett jót. Az egyetemes dán labdarúgásnak sem, a válogatottnak meg aztán végképp nem. Különös konfliktus nem túl gyakori, kizárólag anyagi okai vannak a szövetség és a játékosok közötti vitának? Hát a játékosok azok egyértelműen azt mondják, hogy nem semmilyen anyagi okani. A Oleg Hír, a csapatkapitány nyilatkozta, hogy nem anyagi kérdésen múlik, hanem ugye a szponzor dolgokon, és ezen kívül repülőjegyek, amiket szeretnének megkapni, amikor utaznak, tehát első osztályon szeretnének utazni, mondván, hogy tulajdonképpen ott tudnak egy kicsit pihenni, és hát ha végig gondolom, hát valóban játszik a különböző csapatokban játszanak, és mondjuk Sevillából, Dániából jönni, úgyhogy átszállásokkal, az esti géppel, akkor igazán megadhatnak nekik, különösen úgy, hogy a vezetőség az pedig mindig első osztályon repül. Valami ilyesmit láttunk kicsiben, részben annak idén Magyarországon is kézilabda szövetség és kézilabda válogatott között még, amikor Nagy Laci lemondta a válogatottságot. Illetve nem tudom, hasonlít ez a konfliktus ahhoz valamennyire, amit most látunk itthon, az a csata, amit Fucsovics és Babos vív a tenisz szövetség ellen. Hát igen, de azért a tenisz az egy egyéni sportág, annak ellenére, hogy tudom, hogy miről van szó, tehát a magyar válogatottról, de hát itt azért ez egy konkrét csapatsport a futball, és együtt állnak ki. Most ez sem volt véletlen, hogy például az első osztályú játékosok nem vállalták a játékot, tulajdonképpen odaálltak a válogatott mellé. Mi bűzlik Dániában? Kinek van igaz ebben a konfliktusban? Te hogyan látod? Hát, nagyon nehéz vele látni, ugyanis hát nincs fekete vagy fehér. Mind a két oldalnak vannak igazságai, és hát gondolom mindegyik a saját igazságáit emeli ki. Én azt gondolom, hogy mindenképpen engednie kellene mindkét félnek. Ez a dán labdarúgás érdeke lenne. Nagyon érdekes kérdés mindig ilyenkor, hogy a közvélemény, a dán futball közvélemény és a dán futball szurkolók kinek a pártján állnak, vagy hogy oszlik meg a vélemények és a szenvedélyek áradata ebben a helyzetben? Ugyanúgy megosztott, mint ahogy tulajdonképpen ahogy van a vita a csapat és a szövetség között, ugyanúgy megoszlik az emberek véleménye. 50-50 tulajdonképpen, azt gondolom. Van, aki azt mondja, hogy a PSG-es futbolisták, de ezt ők cáfolják, ugye. A másik oldal pedig azt mondja, hogy a szövetség igazán ezt megengedhetné. De hát tulajdonképpen visszavezethető egy kicsit a dolog, volt ez a világbajnoki szereplés. Végül is a céljukat elérték, mert tovább jutottak a csoportból. Nem is volt olyan egyszerű csoport, viszont kiestek, és egy jó meccsen estek ki a horvátok ellen.
Viszont az előző mérkőzéseken elég gyengécskén szerepeltek, tehát más futballt játszottak, nem azt, amit vártak tőlük. De azért hozzátenném, hogy egy Brentnernek a hiánya a csatásorban, az meghatározta a csapatjátékát, én úgy gondolom. Tehát ezzel a 8-at döntőzéssel együtt azért a dán közvélemény elvárása szerint nem voltak hiányosságok, tehát nem sikerült tökéletesen ez a világban. A játékban voltak a hiányosságok. Volt. Azt várták, a támadó játék hiányzott ebből a csapatból. Igen, igen. Hát tulajdonképpen azért a dánoktól elvárható, legalábbis az utóbbi sok évben egy szép támadó játék, ami a selejtezőkön meg is volt, és most ezen a világbajnokságon ez nem jött össze. Ezek a dán futballisták neves európai élcsapatokban szerepelnek, éppen ezért ott nagyon jelentős fizetéseket és javadalmazást kapnak. Ez szállt a fejükbe, vagy fogalmazok inkább úgy, és az a helyesebb, hogy éppen ezt tette mondjuk tudatossá vagy magabiztossá őket, hogy keményen képviseljék az érdekeiket a saját szövetségükkel szemben is. Hát, tulajdonképpen van egy játékos szakszervezet, aki a játékosok mögött áll, és ez a nemzetközi szinten szereplő játékosoknak a szakszervezete. Én szerintem velük egyeztetve vitték végig, véghez vittek. Egyébként Morten Olsennek az volt a véleménye, hogy nagyon-nagyon rosszul álltak mindkét fél a tárgyaláshoz, tehát ezt valahol előről kellene kezdeni, mert én úgy gondolom, hogy már a következő mérkőzésen még nagyobbat sérülhet a dán labdarúgásnak a megítélése. Hát amit ugye nemzetek ligája élesbe fordul, hát a helyzet, élesbe, az már nem... Élesbe játszanak, tehát... Most tegnap meccsen tulajdonképpen nagy szombatban Szlovákia ellen ilyen értelemben nem volt tétje a találkozónak. Az is érdekes, hogy erre a megoldásra milyen dán reakciók vannak jelen pillanatban, gyakorlatilag alacsonyabb osztályú labdarúgókból kellett verbúválni egy alkalmi, beugró szövetségkapitánynak, az egykori neves Arzenál játékosnak, aki, hát nem is azt mondom, hogy edző ebben a helyzetben, nyilván inkább valamilyen jó szolgálati moderátor volt, aki elvállalta ezt a szerepet. Hát igen, besegített a szövetségnek. Tulajdonképpen legalábbis az én személyes véleményem az, hogy nem akarták elmérgesíteni a viszonyt a jelenlegi szövetségi kapitány és a csapat között. Ezért kivették a kapitányt ebből a konstellációból. Mert a kapitány az, mivel hogy benne van a szerződésében, neki kötelessége lett volna oda ülni a kispadra, de hát ez szerintem ez volt az első olyan lépés, ami talán egy kicsit közelíti majd a csapatot és a szövetséget. Igen, mert ahogy mondtad Morten Olsen véleményét, itt azért nehéz kimozdulni ezekből a pozíciókból, mert van egy ultimátum, mert vele szemben meg van egy befeszülés. Így van. Ebből kéne valahogy kitalálni. Úgyhogy mindkét oldal kompromisszumokkal és arcvesztés nélkül jön ki a kiélezett helyzet. Hát ez, nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e, de kénytelenek megcsinálni. Hát nem tudom, hogy ki... A végén én, ahogy a dánokat ismerem, a végén ki fognak békülni. Ki fognak egyezni? Ki fognak nem lesznek egyezni? Ennek olyan áldozata, hogy meg lesz a megegyezés, de olyan áron, hogy mondjuk egy vagy két nagy egyéniség lemondja a válogatottságot? Hát én szerintem, ahogy ez megint egy dán mentalitásra utaló dolog, nem fogják lemondani szerintem. Nem fogják? Nem. A dán futball szurkolók egyébként most csak hogy változnak az idők, és mégis nevek állandóak, 26 éve Peter Schmeichel a társakkal, ugye a strandról érkezett, amikor az utolsó pillanatban a jugoszláv bojkott miatt behívták a dán válogatottat, és megnyerték az Európa-bajnokságot. Ma Kasper fia ott van ebben a konfliktusban a társakkal együtt. A közvélemény pénzügyi vitát lát, vagy presztízs vitát lát ebben a kérdésben? Én megint csak ismételném önmagam. A játékosok kitartanak amellett, hogy nem pénzről van szó. Az utazásról, a reklám szerződésekről, azt a pénzt, amit kaptak a világbajnokság után, ami tudomásom szerint 1 millió dán korona volt, ami mondjuk magyarra fordítva 43 millió forint, én azt gondolom, hogy ezt meg is érdemelték.
De ezt mondom, erősen tiltakoznak ez ellen. Most a közvéleménynek egy része hisz a játékosoknak, a másik része a szövetségnek. Tehát a másik része meg azért azt mondja, hogy mégiscsak anyagiaskodnak ebben a kérdésben. Nem elég nekik a pénz. Nem elég nekik a pénz. De ők keményen tiltakoznak. Apropó, ez a tegnapi mérkőzés ebben a helyzetben, erről mi volt a véleményed? Hát én nekem nagyon furcsa volt ez egy ilyen személyes dolog. Játszott én is futballoztam Dániában, és a klub, ahol én játszottam, Skouszúvel, ez a csapat is adott egy játékost a válogatottnak, hogy én nagyon büszke voltam. Hát ők milyen büszkék. És most fordult elő a dán labdarúgás történetében először, hogy 11 újoncot avattak, és utána minden játékos, aki bejött, mindenki újonc volt. Igen. Tehát ez egy ilyen, erről még nagyon-nagyon sokáig beszélni fognak, de szerintem az egész világban sajnos. Részint sajnos, másrészt meg valóban tényleg furcsa, de egy pillanat, hogy kinyílt a kapu, és megmutathatta magát a dán futballnak, ez az alsóbb régió, meg a hátországa, hogy úgy mondjam, igaz? Ez érdekes volt. Kapus, aki ugye futszal kapus, kért, és azt mondta, hogy milyen nagy ez a kapu. Teljesen el volt képedve, és a harmadik gólnál, az az öngól, az a szerencsétlen öngólnál, én valahogy úgy éreztem, hogy egy rendes futballkapus azt elérte volna azt a labdát. Lehetett látni, hogy tényleg ez az ember nem a nagy kapuhoz szokott. Hát ehhez képest, ha az eredményt nézzük, és hogy nem ebből a közegből érkeztek, derekasan helytálltak. A szövetség egyébként elnézést kért a szlovákoktól a konfliktus miatt, igen, és hogy ilyen csapattal kellett érkezni. Hát a szövetség nem csak elnézést kért, hanem egy komoly összeget fizet a szlovákoknak. Ezt olvastam a dán sajtóban, hogy megegyeztek, mert... Hát és nem ezt a csapatot ígérték. Nem ezt a csapatot ígérték, és... Végül is leszállították a jegyárakat 1 euróra. Hát meg kell oldani a konfliktust, mert előbb-utóbb vagy ez a tréfa alakul ki belőle hosszú távon, vagy pedig kizárhatják Dániát a nemzetközi sorozatokból. Hát azt mondod, hogy meg fogják oldani, meglátjuk, hogy az északi hűvösség mire lesz. Én azt gondolom, hogy meg fogják oldani. Tehát én abban reménykedek, hogy már most a Wales ellen, bár... Nagyon rossz jel, hogy a játékosok hazautaztak. A tegnapi mérkőzés előtt még ott voltak Kopenhágában, és majd mindenki visszatért a klubjába. Úgyhogy nem tudom megítélni, de én nagyon reménykedek benne, hogy már most megoldódik. Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm.